A Spari hazai pályán fogadta a budaörsört, és a piros kékek Kelemen Dávid tizedik percben szerzett góljával hamar vezetést szereztek, de a vendégek a 62. percre fordítani tudtak. Csílus Tamás a 64. percben egyenlített, majd ember előnybe került a spari, és ezt kihasználva a hajrában Dragoner Filip, valamint Rezes László is betalált, így a Nyíregyháza 4-2-re győzött a Pest megyeiek ellen. A kisvárdaiak az NB2-be ezen a nyáron feljutott Eto FC győr voltak, és a mérkőzésük a 90. percig éppen úgy alakult, mint legutóbb a Moson-Magyaróvár ellen vagyis a várdai vezetés után egyenlített az ellenfél, a hajrában pedig három egyre vezetett kondás elemér vezetőedző együttese, amely most nem rontotta el a végjátékot és megőrizte előnyét. A várdaiak góljait a három lehetőséghez jutott csatár Lukács Rajmond, Horváth Zoltán és Délceg Gergely szerezték. A forduló további eredményei a következők. Gyirmót, Zalaegerszeg 5-0, MTK Cegléd 2-1, Mosonmagyaróvár Siófok 1-0, Szeged 2011 Békés Csaba 1-4, Kazincz Barcika Vác 2-1, Soroksár Szolnok 0-1, Dorog Budafok 0-2, Sopron Csákvár 0-0. A szabolcsi csapatok két forduló után veretlenek. A tabellát a három hat pontos csapat közül jobb gólkülönbségének köszönhetően a a Nyíregyháza Spartakusz vezeti, az MTK és a Kazincbarcika előtt, a Kisvárda négy pontjával az ötödik helyen áll. A harmadik fordulóban vasárnap a Kisvárda játszik hazai pályán, ellenfele a Zalaegerszeg lesz, míg a Nyíregyháza a tavaly még NB1-es vendégeként szerepel.